Élére jutnak azok, akik eredményeik alapján esetleg nem a fő esélyesi egy-egy versenyszámnak. A mai napon az 500 méteres futamokat bonyolítják le, illetve később ebédszünet után, mert kora reggel van itt Kanadában, tehát a 500-osok jönnek sorra, 9 versenyszám, mindegyikben ott vannak a mieink, amint hogy a 200-as döntőkben is mindegyikben ott vannak a magyarok. És általában majd megtetszik látni a legtöbb alkalommal a 4-es, 5-ös, 6-os pálya valamelyikén, ami azt jelenti, hogy a legjobb három között érkeztek a 9-es döntőbe. Az ausztrál 4-est látták, de hadd szóljak egy pár szót a mieinkről, hiszen ez a magyar 4-es, Dékány Kinga, Szabó Szilvia, Barócsi Andreas, Kovács Katalin újoncnak számít világversenyen. Atlantában egy másik 4-es végzett a nem túl dics teljes 9. helyen. Most tehát a magyar 4-es a 4-es pályán indul. Itt vannak a románok. Az Európa-bajnokságon július elején éppen ők, az imént látott román hajó nyerte az Európa-bajnokságot. Az Aneta Pastuska vezérelte lengyel hajó 5. lett. Második lett Magyarország, ez az egység. Itt pedig Birgit Fischer vezényletével a német 4-es, ők nem indultak el. Nos, itt vannak a mieink tehát. Dékány Kinga az első helyen, Szabó Szilvia, Barócsi Andrea és Kovács Katalin ebben a beülési sorrendben. A spanyolok bronzérmesek lettek az Európa-bajnokságon, a svédek viszont nem vettek részt. Elég furcsa kis indulás volt ez, de minden esetre elindultak a hajók, és a 4-es pályán tehát a magyarok. Az Európa-bajnokságon, tehát, hogy mondtam, ezüstérmesek lettek. A futamukat, amivel döntőbe kerültek itt, megnyerték. Legyőzték a lengyeleket, a svédeket és Kanadát az itteni 9-es mezőnyből. Már Birgit Fischer vezérelte, német hajó vezet. A régi nagy német női 4-esből ő és Annette Schuck van benne a hajóban. Kieseler és Wagner a másik kettő. A német hajó alatt egyel a magyar egység, úgy tűnik második helyen. 500 méter a táv, tehát jóval rövidebb, amilyenink a második helyen e pillanatban, de nagyon sűrű még a mezőny. Tehát Birgit Fischer vezérli a mezőnyt is, és a hajó vezérevezőse. A mieink mintegy 2,5 méterre lehetnek mögöttük, és nem látom, hogy sikerülne közelíteni, de a második hely gyönyörű, csak tartsák meg. Alig másfél perc, valamivel több, mint másfél perc egy versenyszám, tehát hamarosan célba érkeznek, és változatlanul a magyar egység az ezüstérmes helyen, egyen lejjebb, mintha a spanyolokat látnám harmadiknak. Újabb német aranyérem és egy magyar ezüstérem, és egyen lejjebb a spanyolok lettek a harmadikak. Alaposan elfáradt Birgit Fischer, a többieknek van kedvük mosolyogni, de hát a vezérevezős már több mint másfél évtizede húzza a világ élvonalában, nem csoda, ha elfárad. Ez a három hajó egyébként, a német, a magyar és a spanyol alaposan otthagyta a mezőny többi részét. A németek fölött egyel a lengyelek lettek a negyedikek. Fordított a kép a lassítást a versenytoronyból, mutatják, tehát ellenkező oldalról. Innen még jobban látszik, hogy a 6-os pályán a lengyelek lettek. Érdekes, hogy a románok, akik Európa-bajnokságot nyertek, csak az 5. helyen. Újabb magyar érem és kellemes eredmény. Ennél jobbra nem nagyon számíthatott az újonc 4-es, tehát az Európa-bajnoki ezüst mellé egy világbajnoki ezüst is.
nem ebben a sorrendben ülnek a hajóban, mint ahogy itt fölírva látták. Mind a négy hölgy az Újpest versenyzője, és Fábiánné Rozsnyói Katalin az edzőjük. Hatodik, hetediknek jöttek el a rajthelytől, tehát nem volt valami fényes a rajtjuk. De távközben végig tartották a németekkel a lépést. Ez az előny, amit Birgit Fischerék szereztek, nem nőtt, inkább talán pár centimétert fogyott a célig. Nagyon fiatal egység a miénk, Kovács Kati 76-os, Szabó Szilvia 78-as születésű, 73-as és 75-ös Dékány Kinga, illetve Barócsi Andrea.